Ez a tokai szőlőbirtok az ország egyik legrégebbije, már 1502 óta létezik, mai formájában pedig 1991 óta gazdálkodnak a területen. Itt a Kopasz hegy déli pontján összesen 55 hektáron foglalkoznak, elsősorban a szúborok termelésével. Mi nagyon szerencsések voltunk, ugye egész e, Tokaj hegy alja, de a mi dűlőink, főleg ezek viszonylag melegebb dűlők, és ennek köszönhetően mi ezt az országos fagyot, ami e, itt volt korra tavasszal, azt e, e, szerencsésen átvészeltük, tehát nálunk egyáltalán nem volt e, fagykár. Egy nagyon korai tavasszal indult a, az év, nagyon korán fakadtak a, a szőlők már április első hetében, utána egy viszonylag száraz idő következett, nagyon gyorsan fejlődött a szőlő, viszont a júniusi, július csajsi csapadék az nagyon fontos volt számunkra, hogy megfelelően fejlődjenek a bogyók. Bár ez a déli terület védetnek számít a többihez képest, a július végi jégeső komoly károkat okozott itt is. Egyes dűlőkben ez akár 60-70 os termés kiesést is jelenthet. A szüret előtti hetekben főleg a száraz és meleg idő segíthetne még a szőlőültetvényeken hosszú és nagyon munkás születre számítunk emiatt, ugye nagyon sokat kell válogatni a sérült bogyókat, ki kell válogatni, sérült fürtöket ki kell válogatni, de mivel viszonylag sok csapadék volt, ezért mi arra számítunk, hogy a bogyóknak a helye az viszonylag vékony marad a továbbiakban is, és így egy, akár egy komolyabb baszú születre is készülhetünk. Hektáronként hat és fél tonna körül volt a termés átlag ezen a szőlőbirtokon tavaly, idén azonban lesz olyan terület, ahol ennek mindössze a felét érik majd el. Előzetes becslések alapján így az előző évhez képest átlagosan területenként 1 tonnával lesz kevesebb a termés. A borok minőségén ez nem ront majd, sőt itt Észak-Magyarországon akár kiemelkedő évjáratú tuborok is készülhetnek idén.